A megszúrt férfi és a támadója egy háztartásban éltek. Barátok voltak, egy délelőttön a vádlott elmondása szerint egy biciklin vitatkoztak össze. A vitából viszont hamar véres támadás lett. Az ügyészi vádirat szerint a vádlott mindenféle különösebb ok nélkül egyszer csak hátba szúrta a sértettet. Az azóta börtönben ülő férfi viszont most máshogy emlékezett a történtekre. Volt egy kis vasztalon kint, azt fölkapta, és pazzák, tehát a koronász, hogy itt izélek vele, lesz kukor, meg minden. A gyerkezett, hogy a koronájában beszélni, mint nem értettem, és én ott megijedtem, és akkor történt az eset. Vagyis az ismerősét hátba szúró férfi most a bíróságon azt mondta, ő csak önvédelemből támadt rá az áldozatára. Hogy pontosan hogyan történt az eset, egyelőre nem derült ki. A bíróság újabb tárgyalásokat tart majd az ügy tisztázása érdekében. A vádlottnak nem csak emiatt a bűncselekmény miatt kellett felelnie. Egy alkalommal például mindenféle előzetes jel nélkül rátámadt két egyetemi hallgatóra Budapesten az ELTE egyik épületében, majd ezt követően elindította a tűzjelzőberendezést, végül pedig elmenekült. További három ügy került még ide egyesítésre, ugyanis a vádlottal szemben büntetőeljárás indult hamis vád büntette miatt. A vádlott azt állította, hogy kirabolták hamisan, ilyen nem történt meg. Továbbá eljárás indult ellene még egy időskorú sértett sérelmére elkövetett könnyű testi sértés büntette miatt is, és van még egy garázdaság cselekménye, amely Budapestről került ide hozzánk, és szintén egyesítette ezt az ügyet a bíróság a jelen ügyhöz. A késsel az ismerősét hátba szúró férfi csak ezért az egy tettért akár 5 év börtönt is kaphat, de ha a többi esetben is bűnösnek találják, ez a szám még tovább emelkedhet.